Mielőtt nekiesnénk a szigeti veszedelemnek, engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik kitalálták, hogy ez kötelező olvasmány legyen. Vagyis most egy köszönetnyilvánítás következik. Szeretném megköszönni, hogy ilyen remek alkotásokat emeltek be a kötelező középiskolai anyagba. Csodálatos, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönjük. Először is nézzük meg a szereplőket. A szigeti veszedelemben több száz név szerepel, de ezeknek a 99%-a nemhogy megjegyzésre, de ha őszinte akarok lenni, említésre sem érdemes. Csak a főbb szereplők nevét láthatjátok ezen a képen. Ha rám hallgattok, leképernyő fotózzátok, így könnyebb lesz követni, ki kicsoda. A magyar oldalról az alábbi szereplők fontosak. Zrínyi Miklós, a vár kapitánya, valamint Delivid, Juranics és Radivoj, ők vitézek. A török oldalról fontos Szulimán, ő a szultán, Delimán, a török csapatok vezetője, illetve Hamviván, Demirhám és Alderán, ők parancsnokok. Említésre érdemes még Rusztánbég és felesége Kumilla. A földön túli síkról pedig fontosak Isten, Mihály arkangyal, Gábriel arkangyal, egyéb angyalok, Alepto Fúria, ő egy bosszú istennő, és egyéb pokoli teremtmények. Ezeken kívül még néhány név elő fog kerülni, de igazából nem tesznek hozzá sokat a történethez, csak színesítik azt. Viszont most nézzük a cselekményt. A mű egy dedikációból, vagyis ajánlásból, 15 énekből és egy berekeztésből, vagyis zárásból áll. A dedikációban, vagyis az ajánlásban Zrínyi a magyar nemességnek ajánlja ezt a művet. Elmondja, hogy Homérosz 100 évvel a trójai háború után írta meg az Iliászt, Vergiliusnak is 10 év kellett ahhoz, hogy megírja az Éneiszt, neki viszont csak egy év, jobban mondva csak egy tél, vagyis pár hónap kellett a mű elkészítéséhez. Hát apukám, olyan is lett. Az első énekben Isten látja, hogy a magyarok bűnösen élnek, ezért utasítja Mihály arkangyalt, hogy engedje ki Alepto Fúriát a pokolból, ő egy bosszú istennő, álljon bosszút a magyarokon. Alepto elmegy Szulimán szultánhoz, és álmában az apja képében, vagyis Szelimként megjelenik neki, és arra utasítja, hogy támadja meg a magyarokat. Szulimán miután felébred, rögtön parancsot is ad, hogy támadják meg a magyarokat, de megjegyzi azt is, hogy jó, hogy a magyarok között széthúzás van, mert hogyha összefognának, akkor senki nem tudná legyőzni őket. A török csapatok vezére Delimán egy fiatal török férfi lesz, aki szerelmes Szulimán lányába, Kumillába, aki azonban már Rusztánbék felesége. A második énekben Szulimán a seregével elindul Szigetvár felé. Zrínyi eközben imádkozik Istenhez, háromszor meghajlik előtte a feszület, megtudja, hogy meg fog halni, de halálával dicső példát mutat majd a magyarságnak. A harmadik énekben Zrínyi megtámad egy kisebb török csapatot, és elfogja Olajbéget. A negyedik énekben Zrínyiék összeszedik a magyar halottakat. Olajbék pénzt ajánl a szabadságáért, de Zrínyi inkább fogolycserét javasol, így a későbbiekben kicserélik őt Radován vajdára. Az ötödik énekben Zrínyiék megtudják, hogy Szulimán erre tart a nagy török sereggel. Zrínyivel az élen az összes magyar várvédő megfogadja, hogy ha kell, akkor meghalnak a hazáért. Zrínyi a fiával egy levelet küld a királynak, amiben segítséget kér. Spoiler, nem fog jönni segítség. A hatodik énekben két török követ érkezik a várba, az egyikük Demirhám, és azt mondják, hogy ha feladják Zrínyiék a várat, bármit kérhetnek a szultántól, viszont ha ezt nem teszik meg, akkor mindenkit megölnek. Zrínyi erre természetesen nemet mond, és ráront az eddig megérkezett törökökre. Ebben az összeütközésben Delivid meg is öli az egyik török hadvezért, Hamvivánt. A hetedik énekben megérkezik a nagy török sereg, körbeveszik a várat, Zrínyi viszont ágyúval közéjük lövet, így rengeteg török meghal. Eközben Delivid és Demirhám megküzdenek egymással, de nem bírják legyűrni a másikat, közben besötétedik, úgyhogy megbeszélik, hogy másnap folytatják a harcot. Jó, kiegyezek vele döntetlenben. A nyolcadik énekben Szulimán gyűlés tart, aminek az a témája, hogyan vegyék be a várat. Néhány tanácsos azt javasolja a szultánnak, hogy próbálják meg kiéheztetni a várvédőket, de Demirhám azt mondja, hogy a csata az egyetlen út, ezért megkéri Szulimánt, hogy engedélyezze a hadműveleteket. Szulimán erre azt mondja, hogy oké. A kilencedik énekben Delivid ki akar menni a várból, hogy megküzdhessen Demirhámmal, de Zrínyi nem engedi ki. Két bátor magyar vitéz, Juranics és Radivoj jelentkezik Zrínyinél, hogy szívesen átosonkodnának a török táboron, elvinnének egy levelet, amiben segítséget kérnek,
El is indulnak, de elkapják őket, és meghalnak. A tizedik énekben a törökök leágyúznak egy bástyát, majdnem be is jutnak a várba, de Zrínyék visszaverik őket. A tizenegyedik énekben Rusztán Bég, Kumilla férje, kigúnyolja Delimánt, amiért visszavonult a csatában, ezért Delimán megöli Rusztán Béget. Demirhám közben levelet küld Delividnek, hogy csapjanak össze ismét. Ez meg is történik, de Demirhám, a török hadvezér, vesztésre áll, ezért a törökök közbeavatkoznak, egy kisebb csata alakul ki, és így Delivid egy török ruhát felhúzva elvegyül a törökök táborában. Igent mondasz a ruhára? Igent mondok a ruhára. A 12. énekben Delimán úgy dönt, hogy otthagyja a csatát, és elmegy szerelméhez, Kumillához. Kumilla is szerelmes Delimánba, annak ellenére, hogy Delimán ölte meg a férjét, Rusztán Béget. Na menni! Kiszaubáli! Te vagy elány, itt csiszaulálba! A császár egy követet küld Delimán után, hogy meggyőzze, hogy térjen vissza a harcba. Kumilla természetesen ezt ellenzi, de Delimán végül úgy dönt, hogy visszatér a csatába. Ezután Kumilla imádkozik, hogy ha Delimánnak mindenképpen meg kell halnia, akkor inkább ő halljon meg előbb, hogy ne lássa a szerelmét meghalni. Ahogy mennek vissza Szigetvárhoz, Kumilla megszomjazik, egy kúthoz érnek, ezért Delimán a saját kulacsát megtölti, Kumilla iszik belőle, azonban a kulacsban volt egy mérgezett vércsepp, így Kumilla meghal. Vagyis igazából mindkettejük kívánsága teljesül, Kumilla előbb hal meg, mint Delimán, Delimán pedig visszatér a csatába. A 13. énekben Borbála, Delivid felesége, elmegy a törökök táborába, megtalálja a férjét, és visszamennek a várba. Szulimán ismét tanácsot hív össze, hogy mi legyen az ostrommal. Delimán természetesen harcolni akar, Demirhám csak Delividet akarja megölni, a tanácsosok pedig azt mondják, hogy menjenek haza, mert rengeteg török halt meg már itt. Ekkor azonban a törökök elfognak egy galambot, ami egy titkos üzenetet vitt volna a magyar királynak. Az üzenetben az áll, hogy már csak 500 várvédő van életben, és két nap múlva az élelmük is elfogy. Szulimán, a császár természetesen örül, és ismét csatába küldi a csapatait. A 14. énekben Alderán, az egyik török parancsnok, megidézi a pokol seregeit, hogy segítsék a törököket a harcban. Delivid és Demirhám végre újra összecsapnak, azonban mindketten meghalnak a másik kardjától, így a végeredmény döntetlen. Ha megengeditek, hogy egy totós szakkifejezéssel éljek, akkor ez bizony egy X. Az utolsó, vagyis 15. énekben Zrínyék arra készülnek, hogy kitörnek a várból. Zrínyi magához vesz 100 aranyat, hogy aki megöli, az meggazdagodjon. Felvesz még egy szebb kabátot és néhány karperecet, de az összes többi értéket elégeti, nehogy a törökök kezére jusson. Isten látja, hogy a magyarok milyen bátran küzdenek, ezért elküldi Gábriel arkangyalt és az angyalokat, hogy üldözzék el a pokolbéli teremtményeket. A pokolbéli szörnyek elmenekülnek, azonban menekülés közben még megölik Alderánt, mert ő ráncigálta ide őket. Zrínyi a csatában megöli Delimánt, az utolsó török hadvezért, a törökökettől megijednek, menekülőre fogják, így Zrínyinek lehetősége van közel kerülni a szultánhoz, és reklám! Elgondolkodtál már azon, hogy milyen érzés lehet feliratkozni? Iratkozz fel! Szóval a törökök menekülnek, Zrínyi odaér a szultánhoz, és megöli. Ezután a törökök rájönnek, hogy nem érdemes közel menni a magyarokhoz, így távolról lelövik őket. Zrínyi lelkét Gábriel arkangyal, a többi magyar várvédőjét pedig az angyalok viszik a mennybe. Az utolsó pár verszak a berekesztés, vagyis a zárás, amiben Zrínyi leírja, hogy befejezte a művét, így neve örökké fennmarad. A zárásban magát nem csak íróként határozza meg, hanem harcosként is. Vége! Ennyit a cselekményről, nézzünk egy kis elemzést. Zrínyi ebben a műben dédapjának, a várvédő Zrínyi Miklósnak állít emléket. A műben összesen 1566 számozott verszak található, ez ugye a szigetvári csata dátuma. A művel kapcsolatban már a műfaj meghatározása is nehéz, mert leginkább az eposzhoz hasonlít, de 100%-ban mégsem az. Az eposz ugyanis olyan nagy epikai műfaj, aminek a témája jelentős, egy egész közösség életét befolyásolja, és hőse kiemelkedik a tömegből. Zrínyi karaktere kiemelkedik a tömegből, követendő példa egy hős, akiből mártír lesz, hisz tudatosan vállalja a halált. A helyzet viszont az, hogy a szigetvári csata nem volt jelentős, és nem hozott hatalmas fordulatot a törökök elleni küzdelemben.
viszont mégis eposz, mert a műben megjelennek az eposzi kellékek, ilyen például a seregszemle, a török és magyar csapatok bemutatása, ez azért fontos, mert a törököket is felmagasztalja az író, vagyis egy erős csapatot legyőzni még nagyobb dicsőség. Emellett megjelenik még a műben a tárgy megjelölés, fegyvert és vitézt éneklek török hatalmát, illetve a múzsa segítségül hívása, múzsa, te kis szűz anya vagy, ezzel is a mű keresztényi tudatát erősíti. Zrínyi a műben Atléta Kriszti, vagyis Krisztus bajnoka, aki meghal a magyarok bűneiért. A többi várvédő Méles Kriszti, vagyis Krisztus katonája. Végezetül még annyit elmondanék, hogy a mű célja egyértelműen az, hogy példát mutasson, összefogással és egymás támogatásával a török kiűzhető az országból. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, dobj egy kommentet, iratkozz fel, de ami a legfontosabb, tanuljatok, mert holnap témazáró. Hajrá! Sziasztok! A dedikációban, vagyis az ajánlásban Zrínyi a magyar nemességnek ajánlja a további parancsnokok Zrínyi eközben háromszor meghajlik. Az ötödik énekben Zrínyiék is megtudják, hogy Szulimán erre A nyolcadik énekben Szulimán... Mit csinál? Az üze... Most ezt miért indítottam el?